A tizedik évfolyamosok számára angol nyelvi megyei verseny volt kiírva, ahol Kerekes József bejutott a megyei döntőbe. A legutóbbi verseny, ami tényleg eredményesen, hát nem mondhatom még azt, hogy zárul, de folyamatban van. Ez a tizedik évfolyamosok számára kiírt angol nyelvi verseny, megyei verseny ez. Iskolánkból 6 tanuló jelentkezett. Az első fordulót itt írták a gyerekek az iskolában. Egyébként 3 kategóriában indulhattak a versenyzők, a mieink az első kategóriába tartoztak. Az utolsó napokban is volt még néhány szabály, amit átnézett tanítványaival tanáruk. Az iskolai fordulót a gyerekeink itt írták nálunk, tehát összesen 6 fő, és az egyikük tovább jutott a döntőbe, nevezetesen Kerekes József, 10. osztályos tanuló. Egyébként több mint 500 nevező volt megyei szinten, talán 536, ha jól emlékszem pontosan, 29 iskola nevezett összesen, és a döntőbe 40 diákot hívnak be. Az első forduló, azaz az iskolai forduló, az egy írásos forma volt, a döntő pedig szóbeli lesz. A szóbeli 2 részből áll, egy úgynevezett interjú részből, ahol ugyanazok a témakörök fordulnak elő, ami a tankönyvekben is módszeresen, illetve az érettségi témakörei, vagy akár a nyelvvizsga témakörei, mint a család, szabadidő, utazás, szórakozás, egészség, betegség, stb. A másik fele pedig egy képalapú önálló témakifejtés lesz. Tehát én azt gondolom, hogy tudunk célirányosan készülni, illetve egész évben ezt tesszük, hiszen témakör specifikusak a tankönyveink, és hát Józsi olyan szorgalmas, hogy tényleg nagyon kevés ösztöke kell a számára, és mindig ügyesen szerepel órán is, vagy akár órán kívüli megmérettetésen is. Kerekes József Lajos számára az angol nem okoz nehézséget. Én fontosnak tartom az angolt, de nem tudom megmagyarázni, szavakba önteni, hogy szerintem mégis miért fontos. Csak maga fontos, mivel szerintem a mai világban már szükségünk van az angolra is, hogy csak boldoguljunk normálisan az életben, és még külön kedvelésből is nagyon jó érzés angolul beszélni például, vagy írni, vagy hallgatni dolgokat, vagy pedig csak új videókat nézni. A verseny írása közben már érezte, hogy jól sikerült megoldania a feladatokat, de 100%-ig nem volt benne biztos. Én igazából személy szerint át fogom nézni azért a párbeszédről, és igazából maga arra részre szeretnék kitérni, ahol szemtől szembe nézni, mert elég ideges tudok lenni, hogyha a nagy közönség előtt kell beszélni. Az angol mellett más nyelvet is tanul hobbi szinten. Igazából saját magam hobbi szinten egy picit tanulok spanyolul. Miért van spanyolul? Nem tudom, az úgy a második legelterjedtebb nyelv szerintem, mivel Amerikában az angol és a spanyol a két legelterjedtebb nyelv szerintem.